Sziasztok! Én szeretném megosztani veletek azt az érzést, amellyel 3 évvel ezelőtt találkoztam végzős fotográfus hallgatóként. Ehhez a segítségetekre lesz szükségem. Így arra kérlek benneteket, hogy tegye fel az a kezét, aki a mobiljával is tud fényképezni. Hagyjátok fent, kérlek. Ne tegyétek le. Ahhoz, hogy ezt a rövid kis közvéleménykutatást így értékelni tudjátok, most nézzetek körbe. Köszönöm. Hát én ezzel szembesültem. Ó, ezt ott hagytam. Tehát elnéztem balra, majd jobbra, föl és le, és azzal szembesültem, hogy körülöttem mindenki fényképez, fotóz vagy fotózgat. Így felmerült bennem az a kérdés, hogy én hozzá akarok-e adni a fotográfiához, vagy inkább váltsak. És szerencsére úgy döntöttem, hogy igenis akarok, csak egy kicsit másképp. Így sikerült átalakítanom Margit híd, Pesti hídfőjét egy ilyen furcsa, zöld, csíkos, torz felvétellé. De hogyan is indult ez az egész? Az egyetemen rájöttem, hogy számomra a fényképezés az más jelent, mint a többieknek. A komponálás, a beállítások és a fények az annyira engem nem kötött le, hiszen engem a fényképezőgép mint szerkezet érdekelt. Az a sötét doboz, ahol létrejön a csoda, és megszületik a kép. Ahhoz, hogy ezt a csodát, ezt közelebbről is megtapasztalhassam, eleinte nagyon-nagyon sok fényképezőgép látta a kárát, de utána elkezdtem őket összeszerelni, és kísérleteztem is velük, majd azon kaptam magamat, hogy ezeket a fényképezőgépeket már építem, tudatosan, és fényképezek is velük. Ez akkora bátorságot adott nekem, hogy elhatároztam, hogy a diplomamunkámat is egy ilyen egyedi fényképezőgéppel fogom elkészíteni. Így ez a fénykép, amit mögöttem láthattok, ez már egy szkennelős kamerával készült. Most gondolom furcsán nézek rá, hogy szkennelős, meg hogy kamera, hogy ez így hogyan is jön össze. Úgyhogy szeretném nektek elmagyarázni, hogy hogyan is működik ez a fényképezőgép. De ahhoz, hogy ezt megértsétek, ahhoz először megmutatom, hogy hogyan is működik egy szkenner. Az lesz a legegyszerűbb, hogyha elképzelitek, hogy tulajdonképpen mi is egy szkennerben ülünk, tehát ti a szkennerben ültök, és én vagyok a szkennerben az a mozgó egység, mely letapogatja a képet. A dokumentumunk jelen esetben az a vetített kép, amelyet itt is láthattok, és a kezemben tartom a képérzékelőt, mely a szkennernek a lelke. Ez másodpercenként több száz felvételt készít. Ám ezeknek a felvételeknek az a sajátja, hogy csupán 1 pixel szélesek, azonban 21 cm-es hosszúságúak. Igen ám, de hogyan is keletkezik a kép? Elkészülnek ezek a felvételek, ezek a csupán 1 pixel széles felvételek, és a szkennernek a képfeldolgozó egysége, aki jelen esetünkben Soma, a varázsló, ő felel azért, hogy ezeket a csíkképeket összerendezze egyetlen felvétellé. Akkor most nézzük is meg, hogy mindez hogyan is zajlik. Jó, a kamerám a dokumentum felé áll, és akkor induljon a szkennelés. Jó. Most a Soma feldolgozza a képet, én meg visszaindulok az eredeti pozíciómba. Megakadt. Most mit csináljak? Hagyjuk egy helyben. Ez történt a fényképezőgépemmel is. Ugyanis az én fényképezőgépem építésénél kihagytam önmagamat a kamerából, tehát nem volt semmi, ami mozgassa a képérzékelőt. Ez ahhoz vezetett, hogy a képérzékelő egy pontba került, ahogyan most itt is láthatjátok, se jobbra, se balra. Viszont a szkennelés az ugyanúgy elindult, amikor megnyomtam a számítógépen a gombot. És mi történt? Ezek a csíkképek elkezdtek létrejönni. De mivel ugyanazokat a pontokat látták, a kamera ugyanazokat a pontokat látta, emiatt
ilyen hosszú, egyenes csíkokké reprodukálódtak ezek a kis pontok. És ahhoz, hogy valami megjelenjen ezeken a képeken, ahhoz változtatnom kellett, hogy mit? Szimplán, hogyha mondjuk elhaladok a fényképezőgép előtt, akkor nyomot hagyhatok, akár a villamos. Tehát az én képeim azok így épülnek föl. Nos, így láthatjátok a kamerát, és szeretném megmutatni nektek közelebbről is. Ez így néz ki. Az a kis csík, az maga a képérzékelő egység, és ez egy torz kamera, de nagyon-nagyon jó képeket lehet vele készíteni. És engedjétek meg, hogy mutassak még pár felvételt. Ahogy láthatjátok, ez az alsó rakpart. És most szeretném, hogyha bűvészkedhetnék egyet, hiszen ezt soha életemben nem tettem meg. Arra kérlek benneteket, hogy képzeljétek el, hogy ott vagytok a rakparton, és egyszerűen haladnak az autók előttetek, halljátok a Dunát, de inkább az autókat, hiszen nagyon-nagyon nagy a forgalom, hunyjátok le a szemeteket, és koncentráljatok erre a felvételre. Mindenki. Most már kinyithatjátok. Mindez így fest a kamerámon keresztül. Nagyon-nagyon boldog voltam, hiszen egyedit alkothattam, és nagyon-nagyon, tehát nekem ez a kép ez nagyon tetszik. És a Dunát is nagyon-nagyon szeretem. Remélem látjátok. És a következő felvételnél szeretném, hogyha ti mondanátok meg, hogy én ezt vajon hol készíthettem. Hiszen az első kettőnél megmutattam. Bekiabálással bárki. Vonat. Nagyon jó. Igen, vonatra pattantam, de hogy hol is készült a felvétel, azt tulajdonképpen magam sem tudom, de lényegtelen is. Hiszen csak annyit tudok, hogy Balatonról tartottam Budapest felé, és a szkennelés valahol Székesfehérvárnál kezdődhetett, de azt is elképzelhetőnek tartom, hogy Kápolnásnyék vagy Venecia, de mindegy. Ennél a képnél az történt csupán, hogy a fényképezőgépen az mozgásban volt. Így úgy működhetett, mint egy szkenner. Tehát végül is visszaalakult a fényképezésnek az eljárása, és létrejött egy felvétel, amin a tér, egy fiktív tér látható. A diplomamunkámnak nagyon-nagyon nagy sikere volt, és a diploma kiállításunknak is hatalmas sikere volt, és ez nagyon-nagyon felbátorított arra, hogy igenis, ezt nekem folytatnom kell. És hogyan tudnám folytatni? Hiszen tudtam, hogy azért ennek az egész fényképezési módnak vannak hátrányosságai, de mik azok? Hát igen, mindjárt mondom, hát azok a hátrányosságok, hogy ahhoz, hogy én szkennelni tudjak, ahhoz kell egy számítógép, ahonnan el tudom indítani a szkennelést, ahhoz, hogy a szkenner működjön, ahhoz kell egy tápegység, ezt kellett építenem egy akkumulátort, és ahhoz, hogy, és akkor ez még hozzájött maga az állvány, és a fényképezőgép, ez nagyon-nagyon körülményes volt, így elhatároztam, hogy mi lenne akkor, hogyha kicsit redukálni tudnám a dolgokat. Így jutottam el egy digitális fényképezőgéphez, egy apró, kompakt digitális fényképezőgéphez, amit ti is bárhol megvásárolhattok. De mit csináltam? Hát azt csináltam, hogy videókból kezdtem fényképeket alakítani. De hogy hogyan? A videókat először képkockákra bontottam. Így lett egy 3 perces videóból 43.158 felvétel. És most már csak azt kellett tennem, hogy ezekből a képekből kivágni azt az egy pixel széles csíkot, amelyből létrehozhatom a felvételt, ahogyan azt a szkenner is teszi. És mivel az általános iskolában nekem a fejembe verték azt, hogy a Pitagorasz tétel az hogyan is épül fel, ezért tudhattam, hogy a nagyobb felbontás elérése érdekében nekem a képátlót kell kivágnom. És ahhoz, hogy így tudjak fényképezni, a helyszínen meg kell döntenem a kamerámat. Jó. És miután somára bíztam a feladatot, hogy ezeket a képeket egyesítse egy végleges felvételre, akkor szembesültem azzal, hogy a képeim mindössze 1000 pixel magasak, azonban 43.158 pixel szélesek, ahogy láthatjátok, itt is problémát jelentett így elhelyeznem a prezentációmban. Most egy kiállítás esetében ez nagyon-nagyon rossz lenne, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezeket a képeket feldarabolom egyenlő egységekre, majd összeillesztem. És így jött létre ez a felvétel, melyen az autókat láthatjátok,
kis apró csíkokként. A következő felvételemnél itt jobban kirajzolódnak a formák, emberek, mivel több időt töltenek el a kamerám előtt. Azonban szeretném megmutatni a legkedvencebb felvételemet, amit az elmúlt két évben készítettem, és íme, lássátok. Igen. Gondolom nem nagyon ugrik be, hogy mi lehet a felvételen, és ez nem is nagyon probléma, de én elárulom nektek azt a titkot, hogy mit is fényképeztem. Én Budapestnek a legszürreálisabb pontját fényképeztem, a Moszkva térnek azt a pontját, ahol az emberek az életüket kockáztatva igenis azt hiszik, hogy a villamos elé ugorhatnak, és hogy nekik ez jó. Gondolom, most már akkor látjátok, vagy gondolhatjátok, hogy mik is azok a sárga formák, illetve mik azok a DNS láncszerű spillák. És ezek annyira összefonulnak egymásba, ami vizuálisan szép, de a valóságban egy horror. Ennél a felvételnél nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, mert a tömegnek a sebessége iszonyatosan lassú volt. Ezt október 23-án készítettem, és ez lehetővé tette nekem azt, hogy egy hatalmas felbontású képet tudjak készíteni. Így ennek a felvételnek a felvételt akár egy 3x4 méteres méretben is kinyomtathatom. De számomra ezzel nem ért véget a történet, hiszen új megoldásokat, új utakat, új lehetőségeket állandóan keresek. Itt, ennél a felvételnél például a fényképezőgépemet, mint térfigyelő kamera használtam, kiálltam az utcasarokra, és balról jobbra, szépen lassan, 2-3 perc alatt végigkövettem a látványt, ami elém tárult. Ez azért volt jó, mert így megjelent maga a tér is, ahogy a vonatos felvételnél, illetve megjelentek a mozgások is különböző torzulások formájában. Jó, na most kérdezhetnétek, hogy nekem ez az egészen mi a célom? Hogy nekem miért jó az, hogyha fényképezni akarok, akkor a videókhoz nyúlok, illetve egy szkennert építek fényképezőgéppé. Most ez nagyon-nagyon egyszerű. A válasz erre nagyon-nagyon egyszerű. Méghozzá az, hogy én szembesültem egy problémával, ami mindannyiótok számára, aki feltette a kezét, az egy áldás volt. Hiszen ott lapul a zsebetekben az okostelefon, aminek a segítségével nap mint nap jobbnál jobb képeket tudtok készíteni, és azt posztolhatjátok bárhol. Igen, ez nekem egy picit kellemetlen volt, mint végzős fotográfus, így elkezdtem kísérletezni, de mindezt játékosan tettem. Játékosan elkezdtem játszadozni a probléma körül, nem megoldást kerestem, elkezdtem barkácsolni, mert nagyon-nagyon régóta szerettem, ami ahhoz vezetett, hogy belefutottam egy olyan fényképezési eljárásba, amit nagyon-nagyon kevesen művelnek, és ezáltal magam mögött tudtam hagyni az összes zavaró tényezőt, ami azért megkorlátolt abban, hogy a problémámra megoldást találjak, és ezekkel a képekkel már tényleg elmondhatom azt, hogy egyedit alkotok, olyan felvételeket, amiben új dimenzióban tudom elhelyezni a teret, az időt és a mozgást. Köszönöm szépen!